Consulting, azaz tanácsadó rovatunk következik, melyben ez alkalommal megtanítjuk önöket arra, hogy hogyan kell táncolni. Joggal felmerülhet a kérdés, hogy miért kell egyáltalán táncolni. Táncolni természetesen azért kell, egyrészt, hogy elveszítsük a szüzességünket. Újból és újból. Másrészt azonban a tánc az emberi önkifejezés egyik legősibb formája. Gondoljunk ugye az ősemberre. Az ősember, aki a barlangi élet során vadászportjáit mint egy előre lemodellezte, hiszük mi. Valójában az történt, hogy az ősember totálisan sikertelen volt ezekben a vadászataiban, ezt már onnan is tudhatjuk egyébként, hogy az ősember kihalt. Helyét átvette az őstulok, amelyik aztán később a történelmet átszövően mindenhol megjelenik. Alattunk is lakik egy, de most nem menjünk különösebben bele. Tehát maradjunk a legősibb önkifejezés formán, hogy az ősember mit csinált? Elment a sikertelen vadászatra, mert sikertelen volt, utána pedig kényába hazament, és hogy valami legyen a barlang falára, hogy felfestett, hogy hogy lehetett volna, irtózatosan berúgott hozzá, és különböző táncokat lejtett, annak érdekében is ugye ezek ilyen mészkő barlangokban zajlottak, és tulajdonképpen nyalta a meszet kínjában, amire ő különböző bölényeket rajzolta maga esetlenségében. Egy szóval tehát a tánc borzasztó nagy fejlődést mutatott, főleg abban a korszakban, amikor ilyen morális üzeneteket közvetítettek az ő segítségével, a jó és a rossz küzdelmét mutatták meg az egyszerű embereknek mozgással, hogy tudják, hogy mit kell a világról gondolni, és egyébként ebből aztán számos dolog kinőtt, többek között egy olyan mellékszál is, amelyet ma klasszikus balettnek ismerünk. Ugyanis a klasszikus balettben is az én meglehetősen egyszerű látásmódom szerint ugye mi történik. Vannak a jók és vannak a rosszak. Ugye a jók általában fehérek, a rosszak pedig általában a feketék. Ennek a téves mi voltáról most különösebben remélem senkit nem kell győzködnöm, de mindesetre ez így világos és érthető. Na most a legnagyobb problémám nekem a klasszikus balettel az, hogy én azt végképp nem értem, hogy miért van az, hogy a táncoló nőknek a mellét azt teljesen leveszik, és így beteszik a férfiaknak ide. És az ott dudorodik. Az első titus az őszinte. Az őszinte, ugye, aki tulajdonképpen nem csinál mást, mint jobbra-balra dülöngél, adott esetben a zene ritmusára sem figyelemmel léve, és hát tulajdonképpen ez már tánc, ugye? Gondoljunk csak vissza arra az időszakra, amikor a gimnáziumi bálban a tubifexbe fulladt halakat tartalmazó biológiai akvárium előtt dülöngéltünk azzal a céllal, hogy talán ennek következtében majd elveszítjük a szüzességünket. Most a következő típus, a jópofa, az ebből alakul ki, ugyanígy nem tud táncolni, de ő valahogy arról tud, hogy ezt az egész dolgot olyan pozitívan kell csinálni. És akkor tudja azt, hogy ha mosolygunk hozzá, akkor nem lehet belekötni, és akkor jön ez. Ugye? Na most jön a következő típus, ezzel már egy kicsit több probléma van, az eredeti. Ugye ő az előbbi típusokból alakul ki, annak következtében, hogy ő ezzel kudarcot vallott, tehát ne felejtsük a szent célt elveszíteni, adott esetben megtalálni valamit. Neki ez ezzel nem sikerült, és ő rájött arra, hogy fejlődni kell. Tehát ezt ilyen eredeti figurákkal ő még megpróbálja tarkítani. Rossz esetben Kínában ilyen néptánc jelleget ölt hozzá. És azt ő is tudja, hogy zavartalanul pozitívan kell ezt csinálni, tehát ha őt esetleg kinevetik, akkor nem szabad abba hagyni, hanem addig kell csinálni, míg a siker megjön. És csúlyogat is hozzá, hát valljuk be, őszintén szólva, hogy hát ez egy ilyen kecske, aki ezt csinálja. Ugyanakkor ez már lényegesen sikeresebb típus, mert azért a táncolási alkalmakkor a bálokon vagy a különböző diszkóban mindig eljön az a hajnali pillanat, amikor van még egy hülye, szerencsés esetben az ellenkező nemből, aki ugye sikertelensége okán kénytelen valahogy ezt pozitívan értékelni, amit az ugráló bakkecske csinál, és akkor közöttük létrejöhet egyfajta hajnali típusú találkozás, akár párosodásra, illetve szaporodásra is sor kerül, bár az emberiség érdekében esetleg kérhetnénk, hogy inkább mégsem. Következzék az egyik legáltalánosabb típus, az úgynevezett szexuális. Első alaptétel. Ő tudja, hogy neki tökéletes a teste.
megmásíthatatlanul. És ő ennek következtében nem is táncol, hanem ő rögtön közösülni kezd. Mert ő tudja, hogy mi kell a másik nemnek, hát pontosan ő kell a másik nemnek. Sikerében én az ő helyében nem annyira bíznék, mert szerintem inkább csak arról van szó, hogy ő még nem találkozott olyan igazán jótestű partnerrel, aki értékelte volna azt, hogy ő mennyire jótestű, hanem ő csak olyan partnerekkel találkozott, aki kevésbé jótestűek, mint ő, akihez képest ő esetleg jobb testűnek tűnik, de ez már talán egy kicsit zavaros. Kérem szépen a legutolsó típus, amit beszeretnék mutatni, és ezt javaslom, hogy ezt mindenki sajátítsa el, az úgynevezett bevállalós. Mert kérem szépen, ő ugye az, aki bemegy a táncparketre, és gondolkodás nélkül belekezd abba, amit tegnap este egy videóklipbe látott. Mert, hát ha azt ők meg tudják csinálni, hát akkor mi is meg tudjuk csinálni? Most az, hogy ők afroamerikaiak, és hogy mozog a testük, hát magyarok vagyunk, nem? Lemegyünk, megpörgetjük, így átmegyünk, és meg is van az egész. Nem olyan ördöngőség. Hát miért? Nem? Magyarok vagyunk. Jó lesz az ide Magyarországra.